egy nyári színházba való előadás, amit nagyon szeretnek az emberek. Fordulatos, kedvesen pikáns, szellemes, zenés szerelmi történet remek olasz slágerekkel, tánccal, gegekkel. Előzetesen ezt ígéri a Gyulai Várszínház harmadik bemutatója. Az Ankónai Szerelmesek című zenés komédiát első alkalommal péntek este láthatja a közönség a tószínpadon. Az eredeti ősbemutatót, azt még én is láttam, bár még egészen kicsi voltam, hogy valami nagyon, nagyon jó, igazi színész és színházbarát dolog született. És valószínűleg ez az oka annak, hogy ez a mai napig érezhető a közönség, valószínűleg azért is ilyen nagy siker, és a közönség ezt érzi, hogy valahogy ez nagyon színészeknek lett írva, és ezért aztán mindig minden egyes társulat, szinte minden színésze, akivel én találkoztam, vagy beszéltem, az nagyon élvezte ezt próbálni. Az események helyszíne egy Adriaparti városka, ahol a történet szerint megesik, aminek meg kell esnie. A bonyodalmakhoz nem kell egyéb, mint egy a lányát, Lúciát egyedül nevelő, korosodó Amarózó, egy könnyűvérű szobalány, egy kávézó tulajdonos, aki pocsék feketét szolgál fel, egy hátrányos helyzetű vándormuzsikus, egy életunt milliómos, egy tűzről pattant magyar lány, és persze rengeteg érző szív. Ez egy olyan darab, amit sokféle irányba el lehet vinni a megvalósítás útján, és itt azért sokkal inkább arra törekedett a Zoli, hogy a szórakoztatáson túl azok a szituációk, mondjuk úgy, hogy az emberi tartalmak is valahogy színre kerüljenek. Az Ankónai Szerelmesek című komédia a Gyulai Várszínház és a Székesfehérvári Vörösmarty Színház közös produkciójaként valósul meg.